Sziasztok, ez a Seiko Butik TV eddigi egyik legveszedelmesebb adása, mert tudjátok, hogy Attila, tudod, mi történik, hogyha túl sokáig hallgatod a, sirének szirének énekét? Örök rapságukba esek. Jó esetben. Jó esetben. És mi történik akkor, amikor belenézel a baziliszkusz szemébe? Az, nincs Harry Potter ismereted? Mindegy, az óriás kígyó, akkor ugye meghalunk, vagy kövédermedünk, vagy valami ilyesmi. Na itt jövünk most a mai Grand Tudjátok, mi történik, hogyha túl sokáig nézitek ennek az órának a számlapját? Zenrévület. Az azt jelenti, hogyha ma túl sokat fogunk elemezgetni, akkor fél, hogy elalszunk. Vagy olyan transzba kerülünk az óra által, mert hogy egyébként ennek az órának nem csak ez a cél, de inkább ez a mögötte lévő mélyebb tartalom, hogy, hogy ez komoly veszély, úgyhogy nagyon fontosnak tartom még érezni, hogy túl sokáig egy húzamban nem nézd ennek az órának a számlapját, jó? mert különben végzetesen bebambulsz. Hát nem is tudtam sokáig nézni, mert mindössze kettő darab érkezett Magyarországra, abból a százból, amit Ebből kiadtak, ugye ez egy azért nagyon különleges kiadás, mert ez egy európai limitált modell. Ezt az órát is ahhoz, hogy itt a videóhoz el tudjam hozni, egy külön meg kellett beszélni a tulajdonossával, hogy itt lehessen. És hát, aki egy ilyen hírt megkap, hogy fog készülni egy 100 darabos európai limitált kiadás, aminek az értéke már csak azért is hamar fölmegy, mert a világ minden részéről ilyenkor jönnek és keresik, hogy hol lehet mm. még ezt az európai kiadást megtalálni, ez már magában egy rabságot jelent. De nézzük meg ténylegesen, hogy mennyire vagy mitől szép ez az óra. SBG 027 egy Grand Seiko van a kezünkben, hogyha esetleg nem derült volna ki, és amikor a Seiko előjön egy Grand Seikoval, nem kell, hogy az egy európai limitált kiadás legyen, akkor azért nagy esél az elmúlt időszakban ahhoz szoktunk hozzá, hogy a számlapjára valamiféle természeti vagy ahhoz közeli jelenséget euh, épít be, vagy, vagy ennek a, az inspirációja nyomán alkotja meg, egy levelek, fakérek, hófötte, hegycsúcs. Tulajdonképpen ebben az esetben egy ilyen ember alkotta természeti jelenségről van szó, de lehet, hogy ez ez egyfajta feloldhatatlan ellentét, ahogyan fogalmazok, mert tulajdonképpen a természet és egy gerebje, meg egy embernek a keze, ami fogja a gerebjét, ebből jön össze az a, hát talán nem természeti jelenség, de inkább a japán kultúra számára fontos természeti és emberi közös képződmény, ami ezeket a bizonyos, az adás elején említett zen kerteket, jelenti és szimbolizálja. Ez a számlap, ez egyet jelent a japán nyugalommal, egyet jelent a japán mély gondolkodással, egyet jelent a japán elmélyüléssel, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni, ennek az apró részleteit fogjuk nektek megmutatni. Te voltál már ilyen kare kedben. kertben? így hívják ezeket a tradicionális japán kereszt. Ez a... Voltál már ilyenben? Nem voltam ilyenben, személyesen. vagy kert... nem tudtam róla, hogy ilyenben vagyok. ugye ez, jellemezzük úgy, hogy ez inkább egy, egy, ilyen száraz zenkert. Nem, én most csak nagyon egyszerű, sőt, Te ugye, voltam? voltam? Japánban egyszer voltam egy ilyen kertben, és nagyon érdekes, mert egyébként például, hogyha van egy ilyen kerted, amiben egy szépen el vannak gerebézve a kavicsok, és benne van egy szikla, mondjuk, és nincs is semmi növény, csak ez a, hmm. dolog, így ránézel, és akkor van egy kő a kertbe, és mellette szépen el van gerebézve. De amikor oda, oda hogy leülsz, így elcsendesedsz, és így elkezdesz gondolkodni, akkor, akkor ez a önmagában letisztultság, egyszerűség így, így megindít, és elkezdesz gondolkodni. És akkor, amikor ide eljutsz, akkor úgy megérted, hogyha ezt tele lenne zsúfolva mindenféle motivummal, meg egyebekkel, akkor nem tudnál oda lecsendesedni, hogy ezek a gondolatok előjöjjenek, mert akkor annyi inspiráció ér, hogy, hogy ezek Szétbombázzák ezt a nyugalmat, és, és en, ezeknek a kerteknek ez az egyik uh, titka, és ez szerintem így kívülről, vagy fotókról nem is lehet megérteni. Fotón csak azt látod, hogy mm. szép, igényesen, vagy látod, hogy mennyire precizen uh, van ezzel uh, munkával, de amikor odaérsz, akkor megérint a, a helyének a varázsát. Nem tudom másképp mondani. És akkor ez az, ez az óra megjelent. Mm. <kül> Akkor, akkor nekem ez ez jött így vissza. Egy letisztult számlap, igazából a homogén számlap meg X között, ugye ezek a nagyon hajszál, vékony hajlított Igen. vonalak a különbség, de épp annyi van rajta, hogy ne egy homogén üres számlap. Azért annál idő, több. annál több. És, és elkezded nézni, és amit te mondasz, így, így bevonz. Uh, nem akarunk sok, túl sokat beszélni ezekről a kertekről, de azért Miután ennek a számlapnak a legjellemzőbb formája az, hogy ugye belülről kifelé és egyfajta ívvel jönnek ezek a vonalak, nyilván nézitek majd, vagy látjátok most is majd a, közeli felvételeket. Az érdemes elmondani, hogy ezek az enkertek, amikről Attila beszél, ugye ezek a letisztult fajták, itt nem feltétlen van vízcsobogás, ugye ez általában egy ilyen japán kertet úgy képzelünk el, hogy mindenféle bonszályok, meg bokrok, meg patak, csörgedezés társai, de valóban van az a fajta egyszerű csak szikla és homok Alkotta ö, kert, amit ö, ugye ez a számlap is próbál a mi életünkbe visszahozni. Igazából, ahogyan ezt elrendezik, ahogyan a homoknak megadják ezt az ívét, ez két ö, dolgot is szimbolizál. Az egyik az, ha már nincs víz ebben a japán kertben, ahogyan a víz hullámzik és fodrozódik, tehát ha bedobunk egy kavicsot, egy érintetlen vízfelületet megtörve, akkor nagyjából egy ilyen típusú fodrozódást látunk. A másik pedig az, ami ugye a japán kultúrában mindig nagyon fontos, a fény és az árnyék játéka, azok a szerzetesek, akik adott esetben külnek egy ilyen kert végébe, Nem fontos, hogy nem megyünk bele a kertbe, tehát a kert nem, szélére leülünk és a... nézzük, azok Lépcsőt. addig nézik, ezeknek az elgerebézett homokformáknak a fényárnyék játékát, amíg ez a fajta nyugalom meg nem szállja őket. És ez az óra is erről szól, hogy egy bizonyos szögből egészen sötét szürke, más szögből pedig igazán ezüstösnek tűnik a játék. Ami pedig nagyon fontos, és ez a te kedvenc fogalmad, amióta egy tervezőmérnökkel ugye találkoztunk a Grand Seiko 60. évfordulóján, ez a fogalom, még egyszer Attila egyik kedvenc, a szemfelbontó képessége. Szem erről beszéljünk, mert ez az biztos, hogy nem tudjuk egymásnak elmondani, de másképp látjuk ezt Miden, az órát. mindenki másképp látja. Amikor a, az SBGY009-esről csináltuk a videót, ugye az a holdfény rajzolt a uh -huh. sötétkék számlapos volt, az hasonló ehhez, csak ott egyenes vonalak mentek, ugye középről kifelé, és ott is erről beszéltünk, hogy hol látjuk már, hogy ezek a vonalak külön váltak, és meddig vannak még egyben. Amit, amiről szerintem most egy, egy szót az az, amit nem fog átjönni a videón, szinte biztos vagyok benne, ennek a színe. Ezt egyszerűen el kell menni és meg kell nézni, mert nagyon sokat próbáltam fotózni, és, és a gyári fotókat is nézem, így a kezemben az órával, és nem lehet visszaadni ezt a színárnyalatot, ami ezen a számlapon rajta van. De a szürkeségben van egy pici melegség, amit ahhoz, hogy fotózni tudjál, elkezded fényjel erősíteni, hogy le tud fotózni, de már elviszi a szint egy picit más vagy hűvösebb irányba. Tudom, lehet a nyers fotófájlokkal dolgozni, és vissza hmm. lehet állítani színőmérsékleteket, stb. De egyszerűen én akárhány fotót láttam, szinte mindegyiken egy picit más színű volt. Ez az egyik, ami szerintem egy nagyon érdekes különlegessége az órának. A másik pedig az, hogy ezeken a hajlított íveken hogyan ülnek az aracu polírozott indexek mert annak van egyszerűen egy olyan fény játéka. Azok a sziklák a kertben amik, egyébként, nem? Amik ennyire még nekem egyik órán sem ütöttek így át. Lehet, hogy ez kellett, hogy ívre üljön az egyenes index, de valahogy ezen az órán ez egy külön életet él. És akkor még ami személyesen nekem ez egy különleges észrevételem ehhez az órához, az pedig a másodperc mutató, ami pedig se nem polírozott, se nem kékre hőkezel, hanem az a másodperc mutató is egy ilyen szürkés színű. És, és, az ebből a szempontból szerintem megint egy ilyen unikális Egészen tűszerű. Kialakítás. Tehát inkább, a, inkább, ezzel a vékonyságával és ugye hosszanti hajlított véggel kialakításával tűnik ki. Úgyhogy gyönyörű óra, ez hogyha a tavaly decemberben ez az óra megjött volna, akkor szerintem a 22-es közé nekem ott lett volna, átcsúszott már az év elejére, de ennek ellenére egy, egy gyönyörű darab, és pont a, a 22-es legjobb ráncai óráknál beszéltünk arról, hogy tavaly-tavaly előtt elindult a ráncai ez a 10 mm, egy picit több, ez 10,2 mm-es tochvanstagságú vékony óráknak a, a sorozata és hogy ezek mennyire szép öltöny vagy dress órák. Ugye ezekben, hogyha most akkor egy kicsit szakma felé fordulunk, akkor egy 9x31-es spring szerkezet van, ami csak kézi felhúzású. Itt jön elő az, hogy rituálévá válik az, hogy minden más nap hmm. reggel, amikor fölébredsz, hogy egy adott napszakban az órádat. De, hogyha a De legalább 72 óránként, 70 hiszen 100. ugye ennyi a járás tartaléka. Járás tartaléka, amit a másik különlegessége, hogy két rugó biztosít, és az a két rugó, ez viszont ebben az órában egy rugóházban található meg, nem úgy, mint mondjuk a 8 napos Spring Drive-nál, ahol három különböző rugóházban van három rugó. Ha már a külsője, akkor ugye zafír üveg, váltva a tükörpolír és felületek, ez egy ilyen 38 és feles óra, tehát tényleg hozza azt, amit... 38 és feles, de, de ez érzetre legalább 41-es. Tehát ami Na ad, nem hogy nem nagy a, a számla, uh -huh. vissza fogom keresni azt a videót, amikor ide tettem, emlékszem, a Akkoriban, és ott a És megkérdeztem, hogy a 41-es óra, vagy pedig ez a, a nagyobb átmérőjű, és ment a hezitáció szerintem az volt, hogy egyformák, uh -huh. de az biztos, hogy ennek az órának a vékony tokozata miatt, vagy a kicsit nagyobb számlapátmérő miatt ez többnek mutatkozik, mint a 38,5 mm. Nem szabad csak a száraz számokra hagyatkozni, hanem mindenképpen csuklóra kell tenni, és fel kell próbálni. Az a baj, hogy belenéztem a baziliszkusz szemébe, és meghallottam egyszer a szirének énekét. Tehát most az elmúlt három percben én tényleg egy kicsit elrévültem, ahogyan nézem ezt az órát, és az a, az a jó ebben tulajdonképpen, hogy pontosan úgy révültem el, ahogyan egy szerzetes egy ilyen zenkertben nézi a fényárnyék játékot, azt próbáljátok meg elképzelni. Itt próbálom csak leírni, és aztán tényleg ezt az órát, ha tudjátok, kézbe kell venni, hogyha ilyen szögben ö, esik rá a fény, hogy most nézem, gyakorlatilag eltűnik ez a mikrobarázdáltság. Tehát azt látom, hogy van egy mondjuk középszürke óra felület. Egyszerűen eltűnik. Ö, azáltal, hogy ugye mikroszkopikus szávastagságból indulunk középen, és utána egy kicsit kinyílik. De az a legjobb ebben, és itt jön be ez a bizonyos szemfelbontó képessége fogalom, hogy, ö, Ahogyan fókuszálok, ahogyan játszom egy picit a fényel és az árnyékkal, úgy kisebb vagy nagyobb felületen tűnik ki ez a rajzolt ív, vagy nem látszik semmi szürke az óra felülete. Tehát csak hogy elmondjam, ha innen nézem, akkor az óra közepe szürke, és csak a szélén látom ezeket a, az apró barázdákat. Amint elkezdem dönteni, középre is megérkezik, és akkor itt van ez a játék, hogy te milyen mélyen látod bele a mikrobarázdákat. Hogy tudod úgy nézni, hogy ami egyébként így van, hogy végig e a mutatók tengelyeig. Úgyhogy ez a játék, és ha hozzáteszünk tényleg ezt a fajta ritust, a, a kézi felhúzást, tehát látom magam előtt, hogy kimegyek reggel, megsem sem a kávémat, és ameddig húzom föl az órát, addig, addig elrévülök. És minden alkalommal, amikor azzal játszom, hogy egyébként e, megdiktalt a gerebézett homok, és, és hol már sima. Elképesztő jó játék. Hát ö, ö, nekem egy, egy gondom van ezzel az órával, ö, az az, hogy csak száz darab készült belőle, mert ö, ilyenkor mindig a, a, attól fáj a szívem, hogy ö, többen szeretnének ilyen órát ö, magukénak, ö, többen lehetnének büszkék arra, hogy egy ilyen óra a tulajdonokban van, és, ö, és nagyon keveseknek lehet ö, mindössze. Kareszán Szui, ha nem tudjátok megszerezni ezt az órát, akkor menjetek el, és helyettesítsétek az élményt egy száraz japán kertem. Hát igen, el kell menni, de ami, ami, kicsit biztosabb és egy kicsit racionálisabb döntés, hogyha követtek minket, akár itt a YouTube csatornán, akár az applikáción keresztül, a Seiko Club applikáción keresztül, akár pedig a hírleveleken keresztül, mert akkor megkapjátok a választ arra, amit az egyik múltkori videónk alatt is kérdezett valaki, hogy az ilyen pricceles órákhoz hogy lehet hozzájutni. Nincsen semmilyen titok, aki először jelentkezik, és természetesen a klubtagsági szintekhez van a, a magasabb szintekhez egy előfoglalási lehetőség, tehát abban az esetben lehet ezekhez az órákhoz hozzájutni. Én szerintem várható, hogy a közeljövőben fognak még további hasonló modellek is megjelenni, úgyhogy csak azt tudom javasolni. Kövessétek minket, iratkozzatok föl a Seiko Butiknak a YouTube csatornájára, itt találtunk, de még valamit muszáj elmondanom. Na, akkor hallgassunk. Okay. Ez, 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 a, ez a zárszó. Ugye ennek az órának egy bizonyos üzlet van a hátterében, mert a létrehozatalának, méghozzá a párizsi Grand Seiko Vandon Butik, tehát az egy olyan Grand Seiko butik, aminek egy picit uh, a tiszteletére, vagy talán megnyitási évfordulóra, ebben nem vagyok egészen biztos, uh, adták ki ezt az órát. Ugye én csak azt kívánom magunknak, vagy neked, hogy majd egyszer legyen egy olyan limitált európai kiadás, amit a híres Budapesti. Budapest. <szerint> Budapest. <szerint> emlékére vagy inkább tiszteletére adnak ki. Nem tudom, de voltál, ha mondtad, hogy Japánban voltál ilyen kertben, voltál már a híres párizsi Grand Seiko Vandom butikban? Éppen most novemberben volt ott a seiko az éves konferenciája, és előtte volt egyébként a hivatalos megnyitója, mert a butik bár két éve nyitva van, de a COVID miatt nem volt hmm. rá lehetőség, és Pont előttünk egy-két héttel volt Hátori úr személyesen Párizsban, és ő nyitotta meg uh -huh. official a az uh -huh. üzletet, és akkor tudtam én is megnézni. Ugye az egy szinte annyiban fölöttünk van, hogy az egy Grand Seiko Igen. butik, nem csak idézőjelben egy Seiko butik. Bizonyos modellek, azok Grand Seiko butik limitáltak, tehát amiket nem tudunk mi sem megkapni, azokat lehet ott megkapni, illetve a másik Grand Seiko butikokban világszerte. Ez a modell, ez bár a Vendomhoz kapcsolódik, de ez számunkra is elérhető volt. Na hát egyszer talán majd megéljük, hogy a budapesti butik tiszteletére is kiadnak egy limitált verziót, addig is ilyen Párizs, ilyen ez a mindössze száz darabban limitált modell. Jó, hogy néztetek minket, és ahogy Attila mondta, fel a csatornára, ha tehetitek a friss videókért. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, a kis haranggal pedig a YouTube felé jelezzétek, hogy a jövő heti videóról is szeretnétek értesítést kapni, ami nem később, mint hétfő este 7 hét órakor fog következni, egy újdonság érkezik, vagy pedig egy kézre felformátumban. Sziasztok! Sziasztok!